Ezt a kislányt és anyukáját, illetve sok másik bajba jutott családot is segíti majd az az újfajta támogatási program, amit október elejétől indított el a fehérvári önkormányzat. A szociális szférában dolgozók segítségével összeállított támogatási program három elemből áll. Belépéskor az első havi díjat teljes egészében elengedjük. Az itt tartózkodás alatt bizonyos alapfeltételek teljesítése esetén egy havi 10.000 forintos támogatást biztosítunk, és a kilépéskor pedig egy 200.000 forintos támogatást annak érdekében, hogy az önálló életvitel minél könnyebben megkezdhető lesen. Hiszen az átmeneti otthon célja pont az, hogy segítse az édesanyákat abban, hogy egy nehéz élethelyzetből minél hamarabb saját lakáshoz jussanak gyermekeikkel együtt. Az új támogatási forma, melyhez hasonló ez ideig nem volt az otthonban, évente 10-16 család tartóállását segítheti majd a jövőben. Az átmeneti gondozás időtartalma az 12 hónap, amit indokolt esetben még 6 hónappal meg lehet hosszabbítani. Tehát igazából másfél év áll a családok rendelkezésére. Egyszerre egy időben 6 családot tudunk elhelyezni, 20 férőhelyes az intézményünk, és 6 szobában anyuka a gyermekével kerül elhelyezésre. A statisztika alapján az átlagos bentartózkodási idő az olyan egy év körül van. Ha az elmúlt évek statisztikáit nézem, akkor egy évben átlagosan olyan 14-15-16 család fordul meg az intézményünkben. A program bejelentésekor elhangzott, az önkormányzat az új ciklusban dolgozik azon is, hogy a városban minél több, olcsón elérhető, úgynevezett kiléptető lakást hozzon létre. Ugyanakkor az anya otthont is szeretnék jelenlegi helyéről egy korszerűbb épületbe költöztetni.